ez egy gyerekek élőben vagyunk-e. Megint egy megosztás előbb. Gyerekek, mivel ilyen szép napsütéses idő van, egyet menjünk csavarogni. Hétvégén hideg volt, egy kicsit szarul is voltam, kicsi lázam volt, meg fájt a torkom. Torkom! Ezért is nem volt live. De most már 5 fok van pluszba, úgyhogy mehetünk ismét egyet barangolni. Ja, gondoltam, ma egyet felfedezzük a Margit-szigetet, körbe sétáljuk. Idáig én még nem voltam, csak itt a bejáratig jöttem el, most is meg, amikor voltam még egyszer a tavaly előtt, mit tudom én. Most szépen körbe fogjuk sétálni az egész szigetet, ez kb. 5 km, és még ezt azt ott megnézünk. Talán a túlsó felén van valahol, az Árpád híd felé valami medence, és ilyen úszó medence. Ragyogó idő van amúgy. Kicsi baj van a kesztyűvel, nem mind tudok oda tapintani, ahol szeretnék. Most 10 perc vége a melónak, jó van. Visszamentetek Németországba? Virág Zsolt, most már minden oké? Okay. Ja igen, egy picit kapar a torkam. Torkom. Mindegy. Amikor nyelek, egy picit kapar a torkom. De amúgy egyéb bajom nincs, egy kis hőemelkedésem volt a hétvégén. Nem tudom, hogy mi lehet az. Valami nátha volt-e, vagy vírus, de elmúlott. Na, voltosok bicikli leviszi. Ja, nyitottam én is egy ilyen voltos fiókot. Ki kell majd próbáljam, hogy működik. Ez a kaja rendelés. Ja, amúgy a tegnap főzicskéltem egy kicsit. Kira, szia Robi, hiányoltunk, gyönyörűen süt a nap. Én is hiányoltalak titeket. Tényleg ragyogó. Vigyázzak, hogy forgolódok itt a kamerával a híd mellett. Kezemből kitalál esni, akkor vége. Olyan ugye a minőség. Kérd, teszteld le magad, csak pozitív, akkor 6 hónapig utána teljes jogú polgár leszel. Azt mondod? Igen? Kapnék védettségigazolót? Nem basznak be valahova karanténba.
intézményes karanténba nem zárnak el, vagy mi a csál? Nem tudom. Sapka nélkül, pedig még haja sincsen. Nem értem egy-egy embernek, hogy nem fázik a feje ilyen hidegbe. Vagy csak én vagyok lehet a hidegtől egy kicsit elszokva. De... Még majdnem szevasz. Helyet nem tudod. Igen, szia, jó reggelt, Attila látsz. Milyen amúgy a minőség, jó a kép meg a hang? Helyett, de 10 napot ülnék, és utána bekaphatják. Utána kell nézzek ennek tényleg, hogy... Nem tudom, megéri-e vagy nem. Foglalkozni vele. Na, szóval ez a pálya, ez a piros futópálya, ez úgy olvastam, hogy körbe megy a szigeten, 5300 50 méter kb. A hossza. Általában innen indulnak, tehát így mennek órajárással. Ellentétes irányba mennek a szaladók. Meg gondolom a görkorizók is. Meg bringázók, nem tudom. Szoktak-e bringázni? Ilyen hidegben lehet, hogy nem annyira. Úgyhogy megyünk mi is úgy. Itt elindulunk. Itt a jobb oldalon, és akkor úgy körbe. Vagy attól függ, merről fúj a szél, ha szemben fúj, akkor... akkor mindegy, hogy melyik felé indulunk. Akkor megyünk háttal. Nem mehetünk háttal, mert akkor a nappal szemben lesz a kamera. Mi van amúgy itt a szigeten még, na lám? You are here. Itt vagyunk, ja, itt a piros szaggatott vonal ez a... Ez itt körbe megy. Hol van az úszóda? Gondolom, hogy ez az. Jó, tehát középen a budai oldalon. Mi van itt még? 4-es, 5-ös. Hertz, Paris Resort, Grand Hotel. Oda nincs amilyen menni. Zenélőkút. 6-os. 7-es japán kert. Jó, tehát itt elő vannak. Túlsó oldalán az Árpád hídnál látnivalók, víztorony, kicsit bennebb. Ja igen, az, ami látszik messziről is. Víztorony, rózsakert, vadaskert. Ó, vadak is vannak itt. 10-es hó van itt. Itt, ahogy megyünk, azt lesz a szélén. Kaszinó, szökőkút, fénykert. Ó, milyen sok minden van itt. Mi festettétek le, te rohadt anarkisták? Toalett, hajó, busz megálló. Na kéne ezt pucoljuk innen. Következőkor hozok magammal egy kis dillantocs, letörülöm. Köröm laklámosóval. Anyukám, mit főztem? Pasztát. Alig akart megfőni. Nem akarta felforralni a vizet. Egy órát vártam, és akkor se lobogott a víz. Ez a villanyelkáj, egy kicsit gyenge, vagy nem tudom mi volt a baj, de aztán belédobtam, és csak meglett egy fél óra alatt, de nem akart a víz lobogni. Jó van. Akkor induljunk. Aztán menet közben fedezzük fel a dolgokat.
Bodó kutya. Ticsi, szevasz, jó vagyok-e? Jó vagyok, jó. Na jó, akkor most megyünk is itt le. András, nem 5K, csak 720p. Te butus! 5K az a Margit szigetnek a hossza lesz, amit körbe megyünk, ez a futóösvény. Tudom, hogy tudod, csak viccelek. Ja, hát élőben 720, amit tud a YouTube app, az a max. Csak úgy kell menjek, hogy az út mellett itt mi egy a futókör, ne zavarjam a szaladókot. Monsport sarót a futókör. Futás nem minden, de nincs minden futás nélkül. Készült Monsport sarót emlékére. Sarika. Sexy ribizli. A bokorból kiugrott. Nem vagyok megelégedve ezzel a simogató kesztyűvel. Nem simogat elég jól. Na, szóval Gergő, először te is azt hitted, hogy 5K felbontás lesz. Rendszámmal Mizu. Nagy szerencsénk van, gyerekek. Meg lesz a rendszám a héten. Tehát ma viszik Paisferjék le Szentgyörgyre a papírokat. Hónap meg lesz az új rendszám. És hónap, hát szerdán remélem megjön az új forgalmi engedés, vagyis a talon. Azt címre postázzák ki, úgyhogy azt anyum összeszedi az egész cuccot. Tehát a héten itt lesz az új rendszám, meg az új forgalmi engedély. Úgyhogy basszuk fel az autóra, és csapjuk körbe. Menjünk fel valahova a hegyekbe sielni egyet hétvégén. Mit szóltok? Azt hittem, hogy nem lesz meg, csak hónap végén kb. Általában sokat kell várni, mostanában ilyen 3-4 heteket, amíg kapsz egy időpontot. Ennyire nem hatékony, meg bürokratikus otthonna. Na mindegy, az a lényeg, hogy meg lesz. Akkor odaadja egy busznak Kézdirő Pestre, ami jönnek, kimegyek a Népligátba, és elveszem a buszos sofőrtől. Úgyhogy minden jó megy, a héten már kocsikázunk. És akkor aztán, mikor meg lesz az autó, akkor kicuccolunk a 18-ba, addig itt maradok még az 5. kerületben, mert nem volt kedvem cuccolni autóbusz vagy tömegközlekedéssel. Meg amúgy is itt a környéken volt dolgom az utóbbi időben. De jó, hát 720 a max. YouTube appen keresztül emlékeztek, megpróbálhatjuk esetleg még a Streamlabs-el. Ott van nem csak 1080p, hanem 2K és 1440. Mióta néztem, nem tudom, 4K-t tettek-e be, de ja, a YouTube appen 720 a maximum. Idáig. Ja, egyet kísérletezünk majd Streamlabs-el, ezt már mondtam a múltkori adásba is. De ma épp ideje lenne. Legalább 1080-ra felbampolja a YouTube is, ha nem 2K vagy 4K-ra, de 1080 az itt már. Na, de szép. Lépek vissza az árnyékba, hogy... Na, még ötször kell megnyomni magam. Működik jól ez a kesztyű.
nem ismét intettem be a világnak. Hát biztos csak véletlenül. Lávi, nem magyar rendszer, ne. És mi lesz a száma? Ó, legyen meglepi. Kértem spéci számot. Testre szabottat, vagy hogy szokták hívni. A pillanatkával kapcsolatos publikus info még nincs. Csak annyit árulhatok el, hogy dolgok jól mennek, és még volt egy találkozó, úgyhogy ennél többet egyelőre nem tudok mondani. Balog Pityu, menjetek Eplénybe. Hova? Eplénybe síelni. Ez egy nagyon jó kis sípálya, Veszprém mellett van. Igen? Eplény. Hát ott nincs hó ilyenkor. Ott van a Hargitán, meg olyan a Brassó volt már, biztos csapassák. Röm, SV lesz, nem SV lesz. Mi az, megszakadt az adás? Toronyváltás van, vagy mi van? Nem SV lesz. Előbb gondolkoztam, SV legyen, de nem. Nem SV. Ne találjátok ki, hogy legyen meglepetés. Szia Angéla! Minden rendben? Rendben, rendben. Kicsit körcsöl a torkom, mikor nyelek egy picit fáj. Hétvégén volt a kis hőemelkedésem, de... De úgy rendben minden. Egyedi egyéni rendszám, az a helyes kifejezés. Mit már nem. Van hó? Hát minden. Zsas, és jó szél, és kevés a hó. A hegyekben. Ibolya Buksa, kedvelt szigetem, Margit sziget. Nekem a második kedvencem a Hawaii szigetek után. Tehát nyáron biztos sokkal jobban néz ki, mint most. Ugye most kopár itt minden, akkor szép zöldbe van borulva, meg virágok is vannak, gondolom, jócskám. Na közben itt még van egy-két tábla. Futópályát csak futók használhatják. Gépjárművel közlekedni tilos. Bringo hintóval és elektromos autóval behajtani tilos, kerékpárral közlekedni tilos. Oké. Okay. Ja, tehát ez csak futóknak meg kocogóknak, azért is megyek én itt mellette, hogy ne zavarjam a forgalmat. De jövünk majd kocogni is. Jövünk, már megvan véve a szerkó, futócipő, futófelszerelés, minden. És nem tudom, elég hűvös van a nagy kabátot a futócucra még fel kell vegyem. Van, futás közben nincsen gond, de... Csak mondom, mielőtt futunk, azelőtt egyet sétáljunk, mérjük fel a terepet, nézzük meg, mi hol van. Amivel ilyen szép idő van. Az egyéni rendszámára Magyarországon rohadt drága. Jó, hát ott nálunk nem túl drága, azt hiszem. Ami jön sorba, az a rendszám, nem tudom, 20 vagy 30 lehet, és az egyéni rendszám 80 lehet, vagy valami ilyesmi, mint nem olyan nagy a különbség. Pityu, Fetés, vasárnap és kedden van busz otthonról.
mind a két nap 17 órakor. Vasárnap és kedden? Jó, hát akkor arról a héten egyszer lemaradunk. De nem baj, mert szerdán vagy csütörtökön, ha jön kifelé valaki, beszélek azokkal, akik hordják az autókat, járnak Németországba, tranzitba. Hát, hogyha jönnek azok, akkor szerda csütörtökön, aki tudnák hozni, az lenne jó. Na de ha a jövő hét kedden lesz itt, az se gond. Hát ott a Budapest selfie pont. Hol? Elmentem mellette. Most úgy sem tudok selfizni, lárózok. Igen, ez az egyik legnagyobb baj az élő adásokkal, hogy nem tudok mellette se selfizni, fényképezni, mert nincs kijötte, itt vagyok már mióta 10 napja, több mint 10 napja, majdnem 2 hete, egy 2 fényképet, ha csináltam. Hogy lehetne ezt megoldani, gyerekek? Kell vegyek még egy kamerát, vagy egy telefont, valamit. Ja, nem fogok ilyen sűrűn live-ozni úgyhogy minden nap. Inkább kell csinálni rendes videót, mert sokan úgyse évezik az élőadást, mondják túl hosszú, meg nem elég jó a minősége, meg mit tudom én. Na, de hol így, hol úgy, mindegy. Mekkora ág szakadt ide le. Onnan. Ilyen nehéz menni ezeken a össze-vissza köveken. Ibolya, igen, Hawaii-szigetek, szuper. Csak fotón láttam. Érdemes egyszer elmenni az életbe, hogyha van rá a lehetőség élőbe is megnézni. Norbi, idén milyen kriptó fognak szerintem menni? Ezt nem tudná kivetni még a kártyavető cigányné se. Hát, de ez általában úgy van, hogy ha megy, akkor megy az egész, ha nem megy, akkor egyik sem megy. Jó, vannak kivételek, ugye? Aztán jön egy hülye mémcoin, berobban, mint a Shiba Inu. De azt szerintem be fog lassulni nagyon most 22-be. Habár, ha sokat elégetnek belőle, akkor még felmehet az ára, de... Nem lehet tudni, gyerekek, lássátok, most bezuhant a piac, egy kis stagnálás, ódalozás. Aztán ki tudja, hogy mi lesz. Lesz, ami lesz. De az Ethereum, hogyha az upgrade sikeres lesz május-júniusban, ami megcsúszik valószínűleg, mert mindig meg szokott csúszni, akkor az Ethereum berobbanhat. Egy-egy szakértő szerint elérheti a 10 000 dollárt is. De sok a kérdőjel abban még, ugye. Hogy a 65 éves létedre már nem jutsz oda nyaralni Hawaii-ba. Már soha nem mondta, hogy soha. Máté. Zenélőszökőkút üzemel, megnézzük rögtön. Láttam a térképen, hogy ott van a zenélőkút. Attila, csak szerelmi lázam van, azt mondod? Az is lehet. Az is lehet, gyerekek. Milyen szép csöndes a Duna.
Az is lehet, hogy csak görcsöm van. És van, kérdezzem Dobozi Levit. Jó van. Zsolt, jó ez, jók a hosszú live-ok. Ja, hát szeretem én is, csak nem mindenki szereti a nézők közül, plusz mellette nem tudok egy evet csinálni, csak hogyha mész ide-oda videózgatsz egy-egy részletecskét, az mellett még tudsz egyebeket csinálni, ugye fényképezni, beszélgetni emberekkel, e-mailezni, telefonálni. Akkor élőadás van, akkor csak élőadás van. Ja, meg a másik telefonom, az S7-es, az gyengecske, az nem csinál olyan jó képeket, meg lassú. Úgyhogy nem is hordozom már magammal, mert csak nyug. Azt kéne csináljam, hogy ezt az S10-est, amiről most is live-olok, ezt megtartsam egy live-olónak, és vegyek egy új fasz a telefont. És azzal mellette még tudok csinálni rendes videókat, meg fényképeket is. Így akkor nap végén még ha live-ozok is egész nap, de pár klippet csinálok, rövidet a másik telóval, meg fényképeket. És akkor nap végén pikpak azt össze lehet vágni, egy 5-10 perces videóra is fel lehet tölteni, hogy aki nem nézte a live-ot, de szeretne egy összefoglalót, hogy mi történt aznap. Már ugye ki tudnák vágni részleteket, le tudnám utólag tölteni a live-ot, kivágni részleteket. Néha olyan szar a minőség, meg ha szél belefütyül, meg mit tudom én, akkor szar a kép, akkor hiába nem jó az úgy. Na, úgyhogy az a megoldás, hogy kell vegyünk egy új telefont, csak most kell egy picit várni, ugye már most jön neki februárba az új telefonok, és addig nem akarok venni, amíg nem látom, hogy milyen lesz a Samsung S22 Ultra, a többi flagship vetélytársa. De várunk februárig, akkor amint a review kijönnek, sem melyiknek a legjobb kamerája lesz, azt megakasszuk. Vagy az S22 Ultra-t, vagy a OnePlus-ot, vagy a Xiaomi-t, vagy valamelyiket. Huawei ugye ez kiesett. Trail Lazy volt már a iPhone-od? Volt régen, de nagyon régen. Mostanában nem nagyon. Vagy azt kell csinálni, hogyha live-ozul, viszel magaddal a külön stábot. Hát igen, de én ilyen egyszemélyes vállalkozás vagyok. Stábom az nincs, nem is volt. Valószínű, hogy nem is lesz. Úgyhogy meg kell oldjam valahogy ezt egy személybe. Legjobb az lenne, hogyha valamit ide felszerelnék, én lenne mákosra, vagy a fejemre GoPro-t, vagy valamit, és akkor az közben be lehetne kapcsolni is. Mert azért szar két kamerával, most egyiket fogom live-ozni a másikkal, videózzak, vagy fényképezzek. Hát megoldható végül is, csak kicsit olyan nyugös dolog, de... Vannak kitéve, azt hiszem vannak fél kilométerenként jelzések, egy kilométerenként.
selfie pont volt nem messze a napozópadoknál, Fehér Budapest felirat. Mondta. Ah, oké. Majd eljövünk szelfizni akkor. Balázs, akkor te már nem is bányászol, vegán? De igen. Bányászok, amíg még lehet. Amíg még valamennyire megéri. Aztán, hogyha 22 közepétől az Ethereum tényleg által teljesen POS-re már nem lehet bányászni, akkor aztán vége. Szerintem akkor nagyon be fogom ólni a bányászat. És azután egyre nagyobb nyomás fog gyakorolódni többi coinokra is, beleértve a bitcoint is, hogy átálljon POS-re. Abban a bitcoin nem fog szerintem még egy jó hosszú ideig. Többi coin, nem tudom. Na, de akkor minden Ether-bányász át fog állni ugye a többi kisebb coinra. Akkor szerintem a profit nagyon padlóra fog menni. Csak annak fogja megérni, akinek vagy ingyen áramja lesz napelemekből, vagy egyéb forrásból, vagy nagyon-nagyon ócsó pár centes áramja lesz. Mi lett az autóval, lemaradtál, bocsi? Hát semmi, csak várom az új rendszámot rá. Jártak le a papírok, és vissza kellett küldjem Erdélybe a rendszámot, meg a forgalmit, hogy cseréljék ki új rendszámra. Mivel más megyőből vettem, és a területi számok vannak. Lézi, csak mert azt most nem említetted, az iPhone-t képekre meg elég jó árban, meg már elég közeli az androidos csúcsgépeknek. Igen, csak az iPhone már azért nem is említem, ugye sokszor szoktam említeni, hogy miért nem vagyok iPhone-os. Zárt az ökoszisztéma, ami az Apple van, amit mondasz, lehet csak csinálni. Mivel ilyen szabadságkarti ember vagyok, ezért szeretem jobban a nyitott rendszert, mint az Android, hogy azt csinálok, amit akarok, nem azt, amit az Apple megenged. Plusz nem csak fényképre akarom, ugye ezt az új telefont, azzal is akarok tudni majd mindent csinálni, amit ezzel csinálok. Meg a lényege, pont azért, hogy nekem logolni kell, az a lényeg, hogy minél több kamera legyen benne. Legyen benne minél több zoom lencse, meg telefotó, meg ultraszéles, meg mélységérzékelős, meg minden. Ugye anno ezért vettem meg az S10-es 5G-s változatát is, mert ebben is van 6 kamera. Hé, Kanyó Tibi, szevasz! Hogy vagy S21 útra, vagy S22, vagy 0-20? Megvárom, amíg kijön most az S22 útra, aztán meglátjuk. Amúgy jó vagyok, köszis, ti hogy vagytok, mi újság? Sepsi Szán Györgyön. Kár! Nagy kár. Kezdve fel kéne ide másszak, ne csak itt lent. Itt nem látunk semmit. A szigetből. Na, itt van a szép park. És mi ott a csihányba? Ez itt a futóúcs, ez itt mi? Ez gyalogos séta. Gondolom, mert biciklis nincsen. Futókutyák, agarok vagy mik ezek? Mindenki ára fut, kivéve ezt az egy kislányt, ő lehetne.
nem tudja a szabályokat. Harasztem, az csak idatlan szabály, hogy órajárással ellentétbe kell futni. Milyen szép lehet ez itt tavasszal, meg nyáron, meg ősszel, mikor nem ilyen kopár. Ja, megkerüljük, majd bejövünk ide a közepibe egy kicsit. Na szóval itt gondolom szabad sétálni és nem csak szaladni. Ki szalad, az menjen ott. Nem tudom, hogy soha miért jött át, lehet azért a kutyákat vigye be a bokorba pisíl. Nem éppen, de hasonló valami. Ügyes, üdv a túlpartról, fehér furgon. Hol vagy, ott szembe valahol? A nagy Aldi reklám alatt? Na menjetek arrébb, ne károgjatok nekem itt bele az élőadásba. Fucking várjuk. László Gárgy, ugyanazért vagyok én is, Android Party, Zepő rendszer eléggé zárt. Ja. Gábor, azt hitted? Azt hitted, nász útra mentem? Azt azért tudattam volna. Majd azt hiszem, benézünk egyet mi. Víztoronyhoz. Hát egy szép bizony, főleg mikor tele van a sziget. Piknikező leánykakkal. Ó! Hesnye! Yeah! Azóta varjak követtek a parlamenttől. Úgy látszik. Máté túlparton fehér megfigyelő tekkes furgon. Milyen romok vannak itt. Erre nem emlékszem a térképen, hogy mit írt ezekről. Kőris és mezei juhar. Árpádházi Szent Margit 1242-1271 IV. Béla király lányának sírja. Ezen a helyen volt 16. századig. Rejszer, róla nevezték el. Gergő, vegán a napokban, hogy nem volt live. Hát úgyhogy egyéb dolgom volt. Meg hideg is volt, meg egy kicsit volt hőemelkedésem, meg a torkom egy kicsit kapart, úgyhogy nem voltam toppon. Olyankor. Ez kellett volna, hogy legyen a zenélőkút, vagy nem? Helyszín nem. Jó, hogy össze van firkálva.
Jó van. Menjünk vissza, folytassuk a körutat, aztán majd túlfelőről még megnézzük a... Nem tudom, oda a toronyba fel lehet-e menni. Péter Szenykó, szevasz! Viktor Alive, 5K az mit akar? 5K! 5K az egy a távot takarja. Körbejárni a szigetet 5 km. Itt errefelé nem divatos, ezt gondolom, de... Ja. Amerikában, amikor mondtad, hogy 5K, most sétáltam 5K-t, vagy szaladtam 5K-t. Beleírtam ugye, hogy 5K séta. Ez 5 km. Azt jelenti. Oda kellett volna tegyem a möbetűt is. Ha előző nagy ívben kerülj. 3-4 méter távolságra. Ah, ez csak most a hisztéria alatt. A kávé alatt. Három, négy méter, hova be kell menni akkor a csihányba. Ez a domokos kolostor volt. Rá volt bizza az én Margit sziget. Na, jó van. A zenélők út az Árpád hídnál van. Hát már közel vagyunk a hídhoz, de... Ja, tényleg, most emlékszem, ugye, hogy mondod. A térképen... Egész közel volt az Árpád hídhoz. Hogy örülök, hogy nem fúj a szél? Fent a hídon még fújt egy kicsit, de... Most egész jó szélcsend van itt. Pityu Balog, graffittisekre ki kell adni elfogató parancsot. Csúnyan összefirkálnak mindent. Mire jó ez? Hát, nem jó semmire. Vigyes, a bejáratnál van a kut. Kokoba, hello. Anyadi matya, szevasz. Krisztián, a Margit hídnál van. Hát pedig úgy emlékszem, úgy láttam a térképen, hogy itt van a másik felén. Itt az Árpád hídnál. Mindegy, akkor megnézzük, mikor visszaérünk. Én nem láttam befelé évet. Habár elég korán letértünk jobbra. Na, itt vagyunk most a 2 kilométernél. Ugye ez miből van? Kicsit ilyen puha, mint a gumírozott lenne. Van egy neve ennek az anyagnak, olvastam, de elfelejtettem, valami rebetűvel kezdődik. Tamás, kevés a lájk, megint mi? Na, ezen a részen még nem voltam. Soha, addig csak ott a Margit híd bejáratáig voltam. Még soha nem jártam körbe a szigetet, úgyhogy mondom, éppen ideje. Ki ez a bácsi? Szőnyi István.
Ábor, Árpád hídnál van, jól láttam. Hát akkor miért beszéltek félre? Az előbb kettő is mondta, hogy a Margit sziget, Margit hídnál van. Rekordtán, azaz. Ekkun Krisztián, hogy igen, rekordtán. Máté zenélők után Margit hízhoz van közelebb. Most már döntsétek el, Árpád vagy Margit. Mert zavarjatok össze teljesen. Akkor ez lesz itt a szálloda, ugye? Az túlsó oldalán aztán jövet az úsz oldalánál, meg kell álljunk. Nézzem meg milyen helyzet, kérdezzem meg, beengednek-e. Na, egyszer még pillancsunk rá, itt van egy térkép. Zenélőkút 6-os. Igen, az Árpád hídnál van. És mi pedig itt vagyunk most. Úgyhogy megkerüljük, és akkor ott lesz. Nem a Margit hídnál, az Árpád hídnál. Ez legalább nincs összefirkálva. A Platinus strandfürdő. Mit kacagtak? Itt van kint is, meg bent is, azt hiszem, ugye? Na, akkor mit nézzünk még, meg hol voltunk az előbb? Fénykárt. Itt voltunk, ugye? Templom, színpad. Hol van az a torony? Víztorony, a 8-as. Ide majd bejövünk az úszód előtt víztoronyhoz. De gondolom, hogy nem engednek fel. Pedig jó lenne oda felmászni, egyet nézelődni. Bejövünk ide. Megint ez mi ez a kettes? Ja igen, hajós Alfred. Ezt néztem, ezt az úszódát. Nem a strandfürdőt. Hajós Alfred. Na jó, menjünk tovább. Zenélőkút Árpád, szökőkút Margit. Aha. Az is, a szökőkút is zenélő? Jó van, jó, értem most már, hogy miért volt konfúzió. És itt van a Grand Hotel. De tényleg jó nagy hotel. Igen, az a lényeg, hogy van kút mind a két oldalon. Ja, milyen vékonyan volt öltözve az a kislány, hogy nem fázik. Fina Budapest, 2017. Majdnem P betűnek olvastam. Fina Budapest. Mi volt az 2017-ben? Nagy hashtag ki van téve oda. Mínuszokban itt futkároznak. Hunyadi zenélőkút, eredeti Marosvásárhelyen volt. Bodó Péter székely ezermester építette. Aha. Eklund, ez úszó világbajnokság volt 17-ben. Csalúztak a Dunába.
hogy itt a hajós strandon. Akkor itt van külön egy strand, külön egy úszoda, vagy hogy van az a hajós? Az az úszoda, a másik az. Ne meglássuk, most arra sétálunk. Itt mi ez az épület? Ez is a Grand Hotelhez tartozik? Szevasz Lehó, Robi, Rabul Ejtett, Budapest. Hát élvezem. Miért ne élvezzem, ha ma itt vagyok? Hát annyira rabul nem ejtett azért engem, nem olyan könnyű rabul ejteni. Se egy helynek, se egy személynek, se senkinek, semminek, de... Évezem, amíg évezem, s aztán... Roland, nagyon szép hely, Robin keresztül ismerem meg. Szép biza. Megtudom, Fina úszószövetség. Duna Arena van a Dagály mellett. Hát itt nincs mínusz, nincsen 4, hát 5 fok volt, mikor elindultam 2-kor. Azt hitte 3-kor lesz 4 fok. Vagy mit tudom én, hát így óránként 1 fokot csökken, úgyhogy 4 órára már csak azt hiszem 2 fokot mondott. Amint a nap megdől, akkor... Ja, úgy hamar körbe lehetne ezt szaladni. Még kocogni is, egy ilyen bőfél óra alatt körbe lehetne kocogni. Nem is tudom, mikor futtam az 5 kilométereket. Hát az rég volt, még Connecticutbe. Hát Floridába is egy párat futtam, de ott a tanya körül, de nem olyan sokat. De időben rendszeresen szaladtam az 5 kilométereket még Connecticutbe. Akkor Benedik Lacéknál laktam ott. Nem tudom, hát nem voltak olyan hatalmas jó időim, de 30 perc alatt futtam őket, nem tudom, ilyen, azt hiszem, 27-28 perceseket futtam. De akik egy kicsit jobban szedik a lábukat, azok 20 perc alatt is lefussák. Sőt, 17 alatt is, nem tudom mennyi a rekord. De mindenképp kényelmesen végig lehet kocogni egy ilyen 30-40 perc között. 5 kilométert. Na ja, most úgy 4-5 között van. Nekünk Margit szigeten a vízilabda volt. A Városligetben műszás rendezték. Aha. Nagyon jó nagy parkoló van itt. Most már a hídig elmegyünk. Zenélők út. Játszótér, Vadaskert, Szabadtéri színpad. És már elmegyünk oda, és akkor... Ó, ez az Árpád híd egy kicsit szomorú látvány. Lefeshetnék valami szép színre. Meg van kopva rozsda a sájnként. Kopott fehér. Meg legrafittizve. Hogy a fenébe grafittizik le a hídnak az oldalát itt alul? Ezt nem értem. Hajóról vagy? Igen, de ezt egy kicsit kicsinosíthatnák. Ez nagyon-nagyon
nagyon kommunista, szocialista kinézete van. Pimpeljük fel az Árpád hidat, gyerekek, egy kicsit fel kéne pimpölni. Ez így nem méltó Árpád nevéhez. Nem ilyen szép rész ez is itt. Itt még zöld a fű. És néhány bokor, meg fenyőfa is. Akkor ilyen volt 50 éve is. Semmi se, nincs rá pénz. De stadionra van. Hát igen. Prioritások. Lesz egy kis játszótér. Green Sweden. Svédország nagykövetsége, Budapest önkormányzata, Margit-szigeti ökojátszótér azért jöhetett létre, mert egy csomóan adtak egy csomó pénzt, gondolom. Valami olyasmit írhat a nagy szöveg. De Árpád hídra nem adott senki pénzt. Amúgy a talapzaton kívül lesz csupa fémhíd, úgy látom. Nem másszunk ki a hídra, nagyon nincs amiért. Megyünk visszafelé a zenélők úthoz. Használni a kesztyűbe. Jobbra lejjebb a híd mögött a Duna Aréna. Elente Gáspár, megint kell maszk az úton Romániába. Igen, olvastam éppen. Ezért se fogok nagyon sietni a visszatéréssel. El is ment a kedvem teljesen tőle. Amúgy se akartam még visszamenni, de Magyarországon nagyfokú szabadság van, gyerekek, és én ott szeretek lenni, ahol nagyfokú szabadság van. Nem képes a fokartra. Musical Fountain. Music Brunnen. Zenélőkút. Megnézzük csak előbb ide ki egy kicsit a portra. Ugye az gépjármű. És tényleg ott a gépjármű. De megállt. Vigyázzon rám a gépjármű, ne én vigyázzak a gépjárműre. Mindenki kell vigyázzon mindenkire, gyerekek a forgalomba. Hogy apadt így le a víz? Egy hete még úgy meg volt duzzadva. Elolvadt a hó.
csinálva. Ja, meg amúgy nem fogadja a kámára a szövetmaszkot, orvosi maszke, vagy hogy hívják ezt a... Tudom én. Nem menjek haza addig, míg karantén van, és ilyen utcamaszkok viselés, ilyen hülyeségek. Gábor, ne is siess, ne hagyd itt az asszonyt. Hajógyári sziget. Valószínűleg a lánc, után az Árpád híd lesz a soros felújításban, igen. Na jó, nézzük meg a zenélőkutat. Nem tudok szabadulni, úgy látom. Milyen szép fehér Audi. Ja, lehet én is fehére kéne fessem az enyémet. Tetszik a fehér is. Ja, lehet jobb, ha nem festem sárgára. Tényleg annyi sárga taxit láttam itt Magyarországon, hogy Magyarországon, itt Pesten, hogy kicsit elment a kedvem a sárga arra festéstől. De a BMW-t, a motorbiciklit, ezt igen. Vagy csak lefóliáztatom. Ja, könnyebb lesz, mint festegetni. Szóval így hagyjuk a sötét szürkén szépen ki. Kijavítsuk a festést, rajta s kész. Kicsit kipolírozzuk, lelakkozzuk. Hát lám, hol az a híres zenélőkút. Talán az lesz az. Sárga, az csúnya taxiszín. Nem csúnya, csak stigma rá van ragasztva ez miatt, hogy sok taxi sárga. Sárga nagyon szép szín, napnak a színe, gyümölcsöknek a színe, az életnek a színe a sárga. Egyik kedvenc színe, sárga, a máska narancssárga. Tehát járó nincsen sehol. Mindegy, akkor átmegyek bárhol. Ez lesz a zenélőkút. Valaki pityu 2003 óta nem volt felújítva az Árpád híd. Arra csak a gyalogos rész javította. Én itt nem hallok semmi muzsikát. Hallottok-e valamit?
Évi, minden taxis a Pesten. A franc egyemek. A Kut Hümas, a Bodó Péter székely ezermestőr 1820-22-ben Marosvásárhályt épített és 911-ben lebontott kutyának. Újraépítette a fővárosi közmunkának tanácsa 1935-36. Rekonstruálták Pál Andor és Jankó Gyula tatarozta és helyreállította a városi tanács 954. Fővárosi önkormányzat 97. Tarlós Pityu főmafia vezér alatt 14-ben teljesen felújították. Na, jó van, vessük meg. Szerelmes lakatok mindenhol. Na jó, hát zenélő kut csak éppen nem zenél. És épp kút sincsen. Ez Miklós, hogy kellene zenéljen? Az albaszás gyerekek nem zenélesz. Dobjak én is egy lakatot? Nem dobok, mert szerintem gicses. Ha akkor sínzért találni kell a kointot. Máténe, szóval itt van az Árpád oldali, eddig csak a Margit oldalit láttam. Az is szokott zenéni, világítani, meg minden. Se nem zené, se nem világít, de még... Még vizet se ad. Gábor, na látod, ez is román idézőjelbe. Erdély. Ja, hát gondolom, hogy mikor nincsenek ilyen téli idők, akkor itt víz folyik. És ezekből a lukakból szól biztos a zene. Ja. Ja, akkor itt sétáljunk egy kicsit. Ez egy antizenélő. A néma kút. Máté most télen nem üzenéltetik, majd tavasszal. Így dobjak be egy százast. Nem, hogy nyáron bedobok, mikor zenél. Amíg ilyen néma, addig nem dobok neki semmit. Ezek fügebokrok itt? Nem füge, de úgy hasonlít a fügefához. Itt a japán kert. Kaukázas és szárnyas dió. Ne kacsa. Kacsa.
Lássátok a kacsákat. Zöld fejűek. A legények, a leányok pedig sima bornak. Gyertek kacsák, adok kaját. Gyertek itt né. Gyere kacsa, né, adok kaját. Nem már ide jönni. Levó nyáron egy motoros túra. Ója, nem csak egy, hanem sok. Hogyha találok egy motoros csajt, aki velem jön, egyedül nem megyek többet turázni, sem motorral, sem autóval. Meguntam egyedül mászkálni. Magasos szint a keresésemre indult el. Ne, hagyjátok, az itt legyen nekem is egy kis magánéletem. Évid a zenélő, másik út ott van. Állítólag óránként zenél, Gábor. Na mindegy. Lev, úgy értem, csatlakoznék. Ó, igen? Jó van. Jaj, mehetünk. Gábor, miért az, hogy nem szeret motorozni? Nem kérdeztem még. Na, várjatok meg. Ez jó, befagyott itt. Na, ez csodálatos lehet nyáron. Így se volt rossz. Merre megyünk? Menjünk ki a partra? Vagy... Nem, szerintem maradjunk itt középen, úgyis a parton a nappal szemben nem fogunk látni semmit. Maradjunk itt középen. Ja, a jaksi 39% rögtön be kell dugjam a töltőt. Ja, akkor menjünk a víztoronyhoz. Víztorony utána az uszódák, és akkor vissza is érünk nagyjából már Margit híthoz. Garmin, okos óra az egész családnak.
Ne menjek végig a közepén, miért? Állatkertben nem megyek, nem szeretem az állatkertet. Amint jobbra még látok valami játszóteret, meg kosárlabda pályát. Sándor, ne menj végig a közepén, és utána írod a közepén, menj végig. Jó, ne, menj, kellett volna egy veszőt, tegyél a ne után, és akkor érthető lett volna. Hé, papili, szevasz, drónyos vilikom, mi a helyzet? Ami se megjött a nász nagyú. És annyi kimaradt a veszélye. Nem gond. István, ott lesz a Viszteronynál a Margit szigeti szabadtéri színpad. Oké. Okay. De álljunk meg itt egy kicsit a padnál. Egyet dugni. Dugjuk be a töltőt. Nem erüljön le a telefon. Vili, kimenjen kocogni. Nem megyek aztán én is, most nem, most egy ilyen felfedező, ismerkedő. Aztán jövök ide kocogni. Csak azt nem nagyon tudjuk lelajvozni. Szeretnétek kocogós lajvot? Ha? Ki kéne próbáljuk, nézzük meg, hogy kezdek kocogni most. Élőadásban szerintem nagyon remegne a kép, mert stabilizátor nem működik. De ultraszéles kamerával talán nem megy még. Hadd lám, hogyha egy kicsit kocogok. Mennyire remeg így a kép. Megfordítom. Hello. A bringások, ja, de azok az úton mennek. Durván remegje a kép, mikor kocogok. Elviselhető? Igen, powerbanken van, nem muszáj. Vili, egyedül sétálok, igen. Gábor, majd a várba menjél fel. 15-e után csikló már üzemel. Igen, a csikló üzemel. Oké. Okay. Nebo Angliába, gyere Robi, reptéren várlak. Jaj, Televú, ilyen bizonytalan időben nem merek elmenni sehova többet. Bár ide is kijuttam Pestre. Még ebbe se voltam biztos, hogy idáig eljutok, gondoltam, még határtól is megfordíthatnak. Angliában, hát nem hiszem, oda engem beengednének. Nem, megvárom, legyen vége ennek a hisztériának. Tavaszra, nyárra szerintem lecseng. Addig mindenki szépen elkapja, amit el kell kapjon, és túléli. És aztán legyen ma a vége, mert 2 év elég volt ebből a hülyeségből ma. Töke ki van mindenkinek. És nekem biztos ki. Többszörösen. Na menjünk-e oda, felengednek-e abba a víztoronyba, mit szóltok? Na, jó lenne felmászni és egyet szétnézni onnan. Habár sokkal többet lát, onnan se látsz.
felengednek, én nem hiszem. Vili, egész jó? Igen? Hát akkor lehet megpróbálunk majd egy kocogós live-ot is. Lent a szép gyümölcsösöd van és nagy kerted. Biza. Hát ez itt nem az enyém, de hogyha a tórjaira gondolsz, akkor igen. Attila nem remeg annyira? Jó van. Gábor, szevasz, Vili, honnan ismered a Pindúrt? Én is óbudai vagyok, mint ő. Ki az a Pindúr? Évi, tavaly is ezt mondták. Nyáron mindig vége van. Igen, egy néhány hónapig, s aztán kezdődik a hülyeség előről. De egyszer vége kell legyen, mert egyszer minden véget ér. Tudjátok, én örök optimista vagyok. Úgyhogy én azt mondom, hogy véget ér most tavasszal. Véget kell, hogy érjen. Vili, mikor lesz új videó, kérdik Ercsomó. Vili nem szeretne már videózni. Megutalta a YouTube-ot. HD, szerinted se lesz vége? De vége lesz. Jean-Michel, Vili, mikor jössz haza? Gábor, az a dalban van. Igen. Egyszer minden véget ér. Hinni én már többé nem tudok. Pedig nagyon szeretném hinni úgy, ahogy rég. A pokógép szám. Nagyon jó szám, amúgy. Rudan Joe-tól, mikor először meghallottam ezt a számot. Vele is szerettem. Amúgy mindig szerettem a pokógépet, de kalapács se volt rossz, de valahogy Rudan Joe nekem a hangja jobban bejött, ilyen órázás hangja volt. Van. Na, itt van a tornyocskánk. Nem tudja senki, felszabad-e menni oda? Vagy nem? Mi azt mondja, Pipike, Bene Andris barátja vagyok. Ez ki az? Pityu, biztosan, belsejében egy étterem van, úgy tudsz felmenni. Vili, de szeretné? Videót csinálom? Nem is el azért a spanyolnál, ha jól odavágott. Hát igen, van ami jól odavág, és van ami nem. Frutti, fel lehet menni? Pár hónapja voltatok? Megnézzük-e, ha már itt vagyunk. A kérdés, hogy milyen magasan van az, vagy 20 méteren, 25? Mit lehet látni a fák tetején kívül? Érdemes-e felmenni? Frutiám, te mondjad, érdemes-e felmenni, hogyha már voltál, te tudod? Nem ennyi bringás. Nem is, inkább a halászba, azt csar. Margit szigeti szabadtéri színház. Ha itt vagyunk, akkor nézzük meg, nem kíváncsi vagyok, hogy mi van itt. Fruti, érdemes felmenni, belátod Budapestet. Ó. Oh. Akkor lessük meg, ha már itt vagyunk. Gábor, András, őt is ismerem látásból, de ő már régóta kint van.
Ki ez az András? Vili. Ja, Bene, Andris Bara. Ja, jó, most már tudom, kiről van szó. Éjtelen nem esett le a dolog. Itt 57 méter a víztorony magassága. Na jó, de nem lehet kimenni az 57-ig, gondolom. Ez nagyon zárva van. Margit terasz étterem. Vajon van-e másik bejárat valahol? Vagy ott kéne menni? Az is be van zárva. Hát itt nem hiszem, hogy fel tudunk menni. Nagyon zárva. Kuti, arrébb van a bejárat? Ezért az is be van zárva. Hadd le. Mik majd azt föl lehet menni, csak nem szabad. Igen, igazad van, így szoktam ugye mondani. Fél lehet látni, fél lehet. Be van zárva, úgyhogy nem szabadna, de lehetni lehet. Rendőrségre bekötött riasztóval ellátott terület. Meg sem erre méríteni a kilincset. Nem szabad fényképezni, videózni és hangfelvételt készíteni. Hát akkor itt nagyon nincs is, amit keressünk. De vajon be van ez zárva? Ha lehet a riasztó induljon be. Ez zárva van, gyerekek. Ja, itt nem mászkál senki. Ez nagyon zárva van. Hát gondolom csak szezonálisan tavasztól őszig. Úgyhogy ezt hiába is kerülgetem szerintem. Ennek annyi. Nincs egy tűzoltó létre valahol. Pedig ez olyan hülyeség, hagyhatnak, hogy másszunk fel. Még kell bezárni. Kéne legyen egy külső lépcső. Ja, a körben minden be van zárva. Oké. Akkor majd jövünk nyáron. Jó van, akkor nézzük meg a hajós úszódát. Kérdezzük meg, hogy mi a pálya. Szabad-e jönni úszni, mennyibe kerül? Beenged neked teszt, meg ótás nélkül, meg ilyesmi. Tényleg minden ilyen cucc be van zárva. Igen, végül is van logika benne. Azért a néhány emberét, aki ide tévedt télen, nem éri meg. Azt hiszem maradunk továbbra is itt a sziget belsejébe. Ja, itt sétálunk tovább.
Kocsányos tőgy. Nem, új rendszám megvan. Hát ma vitték le Szentgyörgyre a papírokat, úgyhogy hónap lesz meg az új rendszám. És rá még egy-két napra, amíg a talont megkapom, a új forgalmit. Minden jó megy, hétvége felé már. Itt kellene legyen az új rendszám. Évi, kevés a lájk, tényleg kevés, csak 72. Ne sajnáljátok. Orlova, csókolom, nős. Dénes. Meg nem mondd, hogy ótatlan vagy, mert mindenért te leszel a hibás. Én megmondom mindenhol, én nem szégyelem. Ha valahol nem tetszik, hogy ótatlan vagyok, akkor megyek tovább. Megyek arrébb. Semmi se. Biztosítás marad a régi kostancai rendszámon? Nem, nem. Biztosítás az a VIN number-re van kötve. Sasszészám, vagy hogy mondja, a karosszéria szám. Rendszám nincs rajta a biztosításon. Direkt úgy kötték az irat rendező cégnél, hogy mert én is pont rá kérdeztem, hogy mi lesz velem, egy évre köttem meg ugye a biztosítás, mert nem éri meg rövidebb időre, mióta bebukott a City Insurance. Ugye azt mondták, hogy nyugi, mert rendszám nincs rajta, csak a nevem meg a kaszni szám. Itt még nem jártunk középen, itt mi van? Zsuzsanna Kovács, sok puszi szívecske, neked is köszönjük. Ó, milyen nagy park van itt középen. Mit szólsz a kazahsztáni zavargásokról? Hihetetlen, hogy 2022-ben egy állam leállítja az internetet. Hát igen. Na de eljött az idő nekik is a forradalom. Most ez a kazak 56. Kozak 56. Fellázadtak, elegik volt. Na de le fogják várni, pont úgy, mint a magyar 56-ot látod, az oroszokat hívják be. Hát, tehát 70 év, de még mindig ugyanaz a módszer. A nép fellázat, hívjuk be az oroszokat, s verik szét őket.
De jó, ez szar, hogy az internet, tehát kell újítani valamit az interneten, decentralizálni kell, ne függjön központi szervereken, lehessen futtatni akkor is, hogyha ilyen esetek adódnak. És ez a kriptopénzeknek is nagyon fontos lesz, hogy lehessen futtatni őket. Hát tényleg, ha internet leáll, akkor baj van. És jelenleg az internet az nagyon centralizált. Tomi, szia! Szép naplemente? Igen, hát még nincsen naplemente, csak innen úgy látszik. Nagyon szép naplementénk lesz. Székely Csaba, csak most nem jelenik meg a rendszám, amíg átiratod az autót, majd jövőben ráírja a rendszámodat is. Ja, valahogy úgy, majd mikor újítani fogod a biztosítást. Aha. Gábor, arab tavasz. Afganisztán, bukta, Közel-Kelet szintén, mi marad Ázsia. Ja, Ázsia. Kicsit az erdőbe. Gábor, Amerika már csak fogatlan oroszlán. Hát azért ne írd le még Amerikát. Még mindig ő a legkeményebb szuperhatalom. Jó, hogy Kína törekszik, meg ott van Oroszország is, de Amerika azért még mindig a legkeményebb. Az addig így is marad, amíg a dollár hegemónia folytatódik. Az is le fog egyszer járni. Amerika azt hiszi, hogy nem, de egyszer le fog járni a dollárnak is. És azzal vége lesz Amerikának is a szuperhatalmi státuszának. De közeljövőben azt még nem látom. Valószínűleg, tehát szerintem még 10-20 évig simán ez fog menni. És lehet tovább is, ki tudja. Nope, inkább Amerika, mint Kína. Hát én is azt mondom, inkább Amerika legyen szuperhatalom, mint Kína. Vagy Oroszország, ugye mindegy. Tomi, eljön majd a kriptohegemónia, eljön el. Csak idő kérdése, de el fog jönni. Lement a naplemente? Még nem ment le a naplemente. Gábor, igen, tényleg 25 év Afganisztán, aztán Lekváros bukta szoknyában.
Afganisztánt, az jó leszívta Oroszország és Amerika is. Miért mentek oda? Nem kellett volna oda menjenek. Az Index írta, hogy az idén összeomlik a kriptopiac. Hát azt megírják minden évben 8-szor. Nem azt írta, hogy összeomlik, hogy összeomolhatna talán esetleg valami szakértő szerint. Igen. Hát persze. Tehát én is mondhatom bármire az idén. Hónap vagy esik az eső, vagy süt a nap. Fogadjuk. Vagy igaz nem lesz, vagy nem. Felibe eltalálom. Szakértők még ilyen arányba se találják el. Mennyit bakisztak a szakik az elmúlt 2 évben, és mióta ez a hisztéria folyik a világon. Hányszor a tutit megmondták, rá pár hónapra kiderült, hogy közel se jártak az igazsághoz. Úgyhogy jósolni tudok én is. Megjósolom, hogy az idén kurva nagy lesz az infláció, és valószínű igazam lesz, de hogyha nem, akkor... Hát csak jártassa mindenki a pofáját, hogy legyen a népnek, amin csodálkoznia. Kell riogatni a népet minden hülyeséggel. Ez már megszokott. A szemem serebben az ilyen hírek hallatára. Bitcoin halálát hányszor megjósolták az elmúlt 12 évben? De rendesen erről ilyen összefoglalók vannak, googlezzétek meg, hogy Bitcoin halála vagy Death of Bitcoin, hogy hányszor jósolták már meg. És közben már oda juttunk, hogy a Visa beszállt, meg a nagy bankok beszálltak, meg mindegy, hogy... Nem lehet megállítani a kriptoforradalmat, gyerekek. Hiába tétsák be Kínába. Attól még nem áll meg. Az Orbán elintézi, jövőre mindenki forintba fizet. Porszívó, szevasz! Jó vagyok, köszi! Gábor, mennyi szegény amerikai halt meg, no problem. Hát jó, miért mentek oda? Hát én nem értek egyet azzal, hogy Amerika háborúk ott kezdjen itt meg ott. De attól még mindig az a véleményem, hogy inkább ő legyen a világrendőre, mint Kína vagy Oroszország. De ezt már sokszor mondtam, hogy nem értek egyet az intervencionista módszerekkel. Nem kéne háborúk ott kezdeni nyakra főre, de sajnos ez az érdek, a pénzügyi érdek mögötte, ugye? A hadipar. De bárki lenne a szuperhatalom, szerintem ugyanezt eljátszanak. Az erőfiktatást, azt csinálná, ha kéne, ha Oroszország, csak sokkal durvábban. Ez a hírekkel is manipulálni akarnak. Ja. De jó, egy médiának sem hiszek egy ideje, és nem is fogok. Nem is érdemes. Hol vagyunk most? A szigetnek a közepén sétálunk lefelé. Hol vannak azok az úszódák? Arra vagyok én kíváncsi. Egyik talán itt van.
Gábor, kéne meg fogja kajáltatni az alvós bácsit, Joe-t rendesen. Ja, hát... nem John múlik az a helyzet. Joe csak egy bohóc. De Kína nem tud Amerikával szembeszállni, na hát nincs esélye, egyszerűen nincs esélye. Ha lett volna esélye, eddig már rég szembeszállt volna. És hol a csihányba vagyunk? Mondjuk ebben a globalizált világban már lassan nem tud senki, senki ellen szállni, mert annyira függ mindenki a másikon, hogy a másiktól. Szecskamester, Oroszországnak esélye nincs világcsendőre szerepére, csak ha csatlakozik Kínához. Igen. Van két tényező sztori. Gábor, Kína már benn van a spájzban. Na, most hétvégén mit csináltál? Nem utaltunk be. Hát jaj, aztán legyen nekem is egy kicsi szabad időm. Minden nap ne akarjatok lefoglalni. Más is szeretne velem időt tölteni néha. Mi ez itt ez a burogós? És mióta és miért vagy vegán? Egészségi okai vannak, vagy sajnálod az állatokat? 12 éve lassan, hogy vegán vagyok, 2010 óta. Azért már állatbarát vagyok, nem szeretek gyilkolni állatokat. Plusz az egészségügyi tényező, plusz a környezetbarátság tényező. Úgyhogy Mire, mit kacogsz? Mondja Vili, ti azt hiszitek a Joe irány? Nem, Ice, nem. A Joe mit tudjon irányítani? Nem tudja a saját szavait irányítani, meg a saját lépéseit. Szerencsétlen, demenciás, vén fasz. Ahelyett elment volna lazán, nyugdíjba, idétlenkedik. Hát Joe-t oda tették. Bábúnak. Szecska, nem érdekük szembeszállni egymással, üzleti érdekek vannak a többi humbuk. Hát igen, az az elsődleges szempont az üzleti. Az üzleti érdekek. Na de amellett ugye a háttérben mindenik fejleszti a legújabb haditechnikát, legkeményebb fegyvereket. De hát ez így volt a hidegháború alatt is. Ki csinálja meg a legkeményebb atombombát, kinek van a legtöbb atombombája. Gábor, gondolj bele, az USA-t Afrikából is kipattintották, és ki van ott Kína. Na hát jó teszi legyen ott.
Jából, Vilik, én tudjuk, hogy nem, hanem a szoknyás férfi. Cica. Kaméléon lesz Joe White hamarosan. Abba a sznabi. Itt ez a strand, ugye? Vagy mi út ez? De a másik úszóda az arrébb lesz. Mondanám a parton, itt sétáljunk egy kicsit ezekbe a jó fényekbe. Itt van egy jó keskeny ilyen ösvényke a kőtámfol tetején. Vagy ez már az a hajós úszóda, vagy hogy hívják? De ez a kinti rész van fedett csarnok, és arra vagyok kíváncsi. Jó, Magyarországon mi lesz az államfő? For the first time ever. Jó. Ez megint milyen jó marketing húzása a Fidesztől, mi? Megint bedörgöli a többiek képibe. Azt mondjátok, Magyarországon nincs demokrácia, meg jogállam, nézzétek meg, női államfő. Kurva jó marketing itt van a Fidesznek. Jó, gondoljatok bele, az orosz naci nem viccel, Napóleon bukta, Hitler. Akkor most mi is ma? Megmond, amerikai tábornokok szerint küszöbben egy polgárháború az USA-ban. Hát ezt már mióta mondják. Idén meg felező választás lesz náluk, utána tényleg béna kacsa lehet az elnök kongresszusi többség nélkül. Gábor öt nyelven beszél, dr. Novák Katalin. Jó neki. Nem, semmi gond. Nyelven hülyeségét beszélni. Nem tudom, mit szokott beszélni, mert nem ismerem, és nem is hallottam soha beszélni. Nem is olvastam tőle soha semmit, úgyhogy véleményt nem tudok mondani a hölgyről, se a munkásságáról. Csak ennyit mondok, hogy szerintem nagyon jó marketing húzás volt a Fidesztől. Vili, ki van itt? Hát csajok. És van, nem azon múlik, ha a nyelven beszél valaki. Hát nem bizony. Á, de jó fény. Ja, itt valami gyülekező van. Valami futó gyülekezet. Akkor ha szeretnék jönni, úszni, akkor hova kell jöjjek? Gondolom ez lesz itt a benti része. De egy autóval be szabad hajtani, vagy gondolom csak a staffnek, csak a személyzetnek, meg az edzőknek, meg mit tudom én. Ha jövünk majd bringával. Ó, van itt a bejárat, azt nézem. Valahol itt elül lehet.
neki a Romániába, szavaz az elnök, miért ne lehetne nő? Ja, lehet nyugodtan. Nekem semmi kifogásom. Lehet akar ki tőlem? Hogyha odavaló, szerintem azt kell nézni, hogy ki odavaló, nem az, hogy milyen színű a bőre, vagy nő, vagy férfi. Ki a legmegfelelőbb a pozícióra, válassza azt. Zsolt. Vili, mikor csinálsz újra hajólágot, vagy bárhol? Krisztián, ilyenkor mennek neked a bánya rének, rigek? Rendezi, ha igen. Mi a véleményed? Tényleg lemegy a BTC 25-30 kára? Hát lemehet, benne van a pakliba, szerintem nem fog nagyon lemenni. 30 alá szerintem nem fog menni, de sose lehet tudni, lemehet. Valami megtörténhet. Mennek még a bányagépek, igen. Remote-tal én rendezem őket interneten keresztül. És van 1800 forint a napi jegy a fedett részbe. Na, az nem rossz. Levó Orbán Viktor megmondta, az emberek javát akarom. Mit javát? Javait? Adjunk neki egy csepp pénzt, adjad olyan szegény. Ákos, érezzétek jó magatokat, nem számít ki már esmit. Ja, én is azt mondom. Ne engedjük, hogy a politika megosszon, meg a média. Ez nekik a céljuk, hogy megosszanak, s uralkodjanak felettünk, ne engedjük. Gyermekszállítás. Ez a fő bejárat. Ja, de ez egész közel van itt a Margit hídhoz. Csak ugye nem itt a jobb oldalon, hanem bal oldalt. Itt vagyunk most. Hajós Alfréd, nemzeti sportuszoda. Kétszeres olimpiai bajnok és tervező mérnök. Az első olimpián 896-ban Athénben 100-as és 1200 méteres gyorsúszás győztese. 24-ben a párizsi olimpia művészeti versenyein stadion tervével ezüstérmet nyert. Magyar úszósport Fellegvárának a nemzeti sportuszodának tervezője. Hajós Alfréd, 1878-1955. Az igen. Benedek Tibor, 72-2020. Zsolt, meg ne fázzak. Szerintem most nincs olyan hideg. 4-5 fok volt most délután, de ami a legjobb az, hogy nem fúj a szél. Fújna a szél, akkor kicsit talán még fáznék is, de így nincsen baj. Cica Margit hídtól közelebb van a 4-es 6-os villamostól, mint az Árpád hídtól. A gumis futópálya is. Igen. Nézzünk egy karancsikot a vizen.
Azt hiszem, ma kétszer fogunk naplementét látni, gyerekek, egyszer most itt, aztán fenn még a Margit hídról vagy a Parlamenttől. Milyen csöndes a Duna. Szép békésen hömpölyög. Tamás, milyen volt a randi? Jó. És van. Februártól kötelező, az oltás Ausztriában kötelező lesz. Évente két oltás ott, akkor mi is felkészülhetünk. Nem feltétlenül. Norbi, a nyitott uszodai részen Hóásésben úsztunk még régen, király volt 93-ban. Hóásésben, a nyitott uszodai részen. De az fütötte, meleg víz van ott. Nagyon jól lesik egy kis napsütés. Tavar már nem sokat melegít, de nincs ereje. Napnak foga van ilyenkor rosszokkal. De azért jól lesik. Látni a fényt. Kutus, mit csinálsz? Mit fogtál? Pálcikát? Hey, szia! Kutus! Hello. Várja a gazdit. Levon római parton vagy? Nem tudom, úgy hívják ezt. Szépen bearanyozza annak a vizet. Cica. Járt-e fenn a halászbástyán, hogyha már a nap lement, s esti csókját takarta-e árnyával a Parlament? Tudja-e, hogy éjszaka egy árkád mélyen is sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta meg? Még? Ja. Csini baba. Ja, jó ez a szám. Kóboroljon át velem egy éjszakát. Pest megér egy estet. Gábor, Robi, a gyűrűt már kinézted? Egy kicsit túl korai lenne a gyerekek a gyűrű, nem? Három randi után. István, 30 fokos a víz. Hajós Alfred uszodában. Én pedig úgy olvastam, hogy két. Mi lett, kutyus, hova lett a gazdi? Hogy két medence van. Van a sportmedence. Az 25 fokos, mintha. És a tan medence, mintha a 30 fokos. Én abba mennék, 25 az túl kevés. Ha keményen nyomod az úszást, akkor igen, a 25-ös jó, de hogyha csak ilyen hobbi úszó vagy, mint én, akkor... Ja. Látni fogja már az első csók után, hogy Pest megér egy estet. Pest megér egy estet.
Amúgy jó kedvet, tegnap deszert is. Cica, 30 fok az túl meleg. Hát én laza úszáshoz én, nekem az jó. 25 fokosba reszketnék. Na nem igaz, na nem reszketsz, mert hogyha úszol, akkor nem fázó, de hogyha csak így lebzsélsz, akkor... Kint van a Csihányban, azt mondja, hogy majd az. Cica, a naplementéről ugrott be a dolg. Jaj, szeretem a csini baba számokat, jó. Norbi Sanzon énekes lettél? Még nem, de még az is lehetek. Ki tudja, mit hoz a jövő. Balogpityutam, medence 30-32 fokos, na az a jó. Szecska, a testhőmérséklethez kell mérni, 30 fok, közel sem meleg. Hát jó, a test mennyi? 36 egész valami. Gábor, otthon kész, de milyen az idő? Azt nem tudom. Pál lesz, az jó szokott lenni. 33 méteres, a 25-27 fokos. Ja. Na jó. Menjünk tovább. Egyet kocogjunk. Csak egy kicsit. Ja, biztos azért remegősebb a kocogás alatt, mint mikor sétálsz. Ja, amúgy itt volt az 5 kilométeres jelzés. 5 kiló, akkor innen már csak 350 méter van. Gábor, mikor főzzük? Hát aztán február végén vagy márciusban ám. Most itt még mínusz 15 fokok lesznek a héten. Úgyhogy az kockára fog fagyni. A múlt héten is kockára fagyott. Zsolt, az évezredek alatt mit látott a Vindum? Sokat. Szecska, 30 fok nekem kellemes. Nekem is. 25 az kevés. Na jó. Nekem így, mint hobbi úszónak kevés, de egy profi úszónak, versenyszintű úszónak, aki itt edzi magát, annak az itt, az pont jó. Nem hiába van úgy beállítva. Mi van itt még? Teniszpálya, focipálya? Ez focipálya, úgy látom. Ott. Itt kosárpályák. Gyerekek, nem fordult még meg a... Mindig rövidülnek a napok. Nem kéne most már nyúljanak. Vagy csak január végétől. Hány óra van most? 3 óra 50 perc, nem mehet még le a nap ilyen korán. Kicsit itt mélyen vagyunk, felmegyünk oda a felszínre.
akkor még nem lesz lemenve a nap. Norbi gyógymedence, Bükkfürdő, 40 fok. Ebből ki lesz a kóstoló? Nem is tudom. Valaki megnyalincs aztán. Magas sas. Csak törvénytervezet van a kötelező oltás Ausztriában, ami úgy néz ki technikailag nem véghez vihető. Hát remélem, hogy nem is viszik véghez. Nem szabad engedje az emberiség, hogy kötelezővé tegyenek egy oltást, ez hülyeség. A tüntetnek is keményen az emberek. Hogy én gondoltam lemegyek, de hát nem jó, mert túl nedves. De nem ilyen jó kilátás van, ideig lejövünk. Kicsit a vízszint lennebb lenne, egy körbe lehetne gyalogolni, de... Már nyúlt a nap? Ja, igen. Ja, december 21-én fordul, nem január 21-én. Itt a budai hegyekből tovább látni, amikor ott igen. Gábor, mivel te utalod az alkoholt? Igen, pálinkát amúgy se szerettem soha életemben. Jó, néha megittem egy-egy poharról, de... Nem szeretem. Mégis úgy tűnik, mintha még rövidülnének. Naponta egy perce. Na itt értünk azt hiszem a C-vonalba, igen, vége is van itt a pályának. Itt van az 5350 méter. Margit-szigeti atlétikai centrum. Honsport Saróta futókör. 15 óra 53 perc, 7 Celsius fok, nincsen 7-3, hogyha van. Hát lehet itt az épület mellett esetleg, de 50% pára tartalom, gondolom. Oké. Okay. És van, 16-18-kor van a mai nap lemente. Akkor jövőre csináljunk almabót. Azt se szeretem. Bort se szeretem. És a sört se. Tényleg nagyon-nagyon megutaltam az összes alkoholt. Kisbabáknak tervezik, hogy már 6 hónapos kortól fogják adni a kötelező oltások között. De miért? De nem is jók szarok ezek az oltások. Hát ma olvasom az Indexen a cikket reggelibe, hogy az amerikai hadügynek elege lett, hogy ilyen szaroltásokat csinálnak, és kifejlesztették a saját verziójukat. Most van tesztelés alatt. És fog védni minden variáns ellen, nem úgy mindezek, hogy ezt újra kell fejleszteni, meg emlékeztetőt adni. Mert állítólag nem a tüskefehérjét fogja az
célozni, hanem valami egyéb proteint. Mit tudom én. Ja, cikknek is a címe direkt így volt írva, hogy amerikai hadügynek elege volt a gyógyszergyárak béna az a sapó. Nekem pedig elegem van mindenkinek a béna az a sapó. Kormányéból, a gyógyszergyárak és a médiának, és mindenkinek a hülyeségéből. Hagyjon békén mindenki. Na, menjünk fel a hídra, hogy még lássunk egy kicsit a naplementéből. Hol lehetne felmenni a legrövidebb úton? Ah, meg kell kerüljem az egész izét. Nincs itt valami lépcső valahol. Rövidítő, fel kéne másszak az oldalán. Ah, lófasz, itt le van zárva minden. Tudok tornázni, igen, hát most nincs kedvem ilyen hidegben tornázni. Gábor, ne covidozzunk a kóból, se volt beoltva, és mi lett a vége? Mi lett a vége? Helyszer meghult. Meghult vala. Fel lehet-e mászni? Majd fel lehetne mászni. Hát csak félkézbe kamerával nem kiindulok. Szóval most Cica, ne menj vissza tovább, közel lesz a fejjárat. Cica azt mondja, kóbor hátsó fali infarktusban halt meg. Ja, hát öreg volt, beteg, szívbeteg. Hogyha öreg vagy, beteges vagy, gyenge az immunrendszere, de elviszem bármi. Egy gyenge nát, egy gyenge tüdőgyulladás. Bármi elviszem. Kóbor János, igen, ki ez a Kóbor János? Kóbor angyal. A zenélő szökőkuta, azt mondjátok meg, ha már... Ja, az Omega, jó. De azt hittem, hogy valaki másról beszélt most. Ja, most nem nézek zenélő szökőkutat, valószínű, hogy az se zené, meg víz sincs benne. Így menjünk nézni tovább a naplementét. Valahogy mikor fütsz össze László Attilával? Összefutok valamelyik percen? Még nem beszéltünk, ráírok a héten, s valamelyik percen összefutunk. Már vártam az autómnak is jöjjön meg az új rendszám, hogy tudjak mozogni. Mert Sziget-Szent Miklóson lakik, ne kelljen oda is taknyúljak, ha izé vonatozzak, vagy mit tudom én. Meg lesz az autós akkor. Összehozunk egy találkát.
le is akartam rázni, meg nem akartam. Tehát én úgy döntöttem, hogy nem fogom menni a fáradtságot. Zöld a lámpa, Amerika. Ah, de jó fények vannak, majdnem lekéstük a jó fényeket. Milyen mém bontlik majdnem. Szarló sokkant egyetlen zelén az elézők. Kongis! De jó, most nem fúj a szél itt fent se. Na hát, ilyen még nem volt, hogy itt ne fújjon a szél. Margit hídom. Akkor a 4-es-6-ossal lehet ide jönni. Most már fiancsed mikor ott a 6-os hét megy. Monci híd. Engedjetek ma! Ijesztően közel megy ez a villamos a korlathoz. Zöld! Semmi, szevasz! Mit majnasz? Lazítsatok gyerekek, egy nap mind meghalunk, de az összes többi nem. Ja. Bács van zöldre. Levó, mik a tervek az idei évre, Robi? Haha! Olyan sokan fel sem merem sorolni. De a prioritás az megnősülni és teherbe állítani az asszonyt. Na! Fényképezgetnek, nem csak én. Csak, csak a 100 évet kell megélni, utána könnyebb, mert tudjuk, hogy 100 év fölött kevesen volnak még. Jó.
sokan csak a villamosokat fényképezik. Múltkor mentem, és egy egész stáb volt, egy nagy kamerával, meg telefonnal, meg minden. Várták a villamosokat, és azokat fémezték, meg fényképezték. Mondom. Hát szép sárgák, na nem mondom. Ugye milyen szép a villamos is sárgán? Az én autóm miért ne lenne szép sárgán? Sárga feketével pont, mint a villamos. Igaz, nem villanyautó, de úgy néz neki, mint a villamos. Fekete, mint a méhecska. Igen. Fenn van a hód. A fél hód. Mindre az lenne a vegan taxi, mi? És van kombinó villamosok ezek. Én nem bánom, de jó nézni. De csak azért, mert sárgák. Ha pirosak lennének, vagy zöldek, akkor nem néznének ilyen jó ki. Vegan fake taxi. Mi amúgy a magyarázat ennek? Valaki utána nézett ma? Miért fesik sárgára a villamosokat, meg a taxikot, meg az ilyesmit? Könnyen felismerhető. Szimpatikus kell, hogy nem szeretnék a sárga színt, senki nem intene le egy taxit. Valami magyarázata kell legyen. Miért sárga? Még a mentő is sárga. Hát olyan zöldes sárga. De amúgy a minap láttam egy A4-es Audit, egy Avantot, olyan mint az enyém. Sárga, taxit, kurvára jól nézett ki. Úgyhogy lehet még azért csak sárga lesz. Egy fehér, mindig fehér is jó lenne. Szerintem olyan vonzó a tekintetet a sárga. Hát igen, már olyan, mintha napra néznél. Ne, az is sárga. Villamos is sárga, taxi is sárga. Az is sárga volt, csak kikopott egy kicsit a színe. Én most ez a sárga. Sárga lesz, hogy leintenek a cicát taxinak, gondolnak. Aha. Sárga a legszembetűnőbb szín valamennyi szín közé. Akkor csak van logika benne. Én egyben már mondom, a vonatok meg többségében az úrkékek. Hát jó, a vonatnál nem számít, mert ugye bemész az állomásba, és ott tűz fel, de az egyéb járműveket jó, hogyha látod, merre mozognak. Például azt a kék buszt észre se lehet venni ott balról, mert ott egy kék busz észre se lehet venni jóformán. Sárga villamos, azt egyből látod. Kár, hogy ennyire stigmatizálódott ez a gyönyörű sárga szín. A napfénynek a színe, az életnek a színe, a sárga. A legszebb szín a világon. Sárga. Mire? Rózsaszín veri a sárgát? Nem várhatni, akkor ha várni, akkor a taxik rózsaszínek lenne. Ah, no.
észrevehetik, onnan biztonságosabb vele közlekedni. Igen, valószínűleg. Most van, az USA-ban tesztelték New Yorkban, és azért lett ott is sárga a taxi. A sárgát szeretik a muslicák meg a bogarak. Lássátok, hogy még ők is szeretik. Egységesebb, jobban észrevehető. Ja. Laci, a vörös szőnyeg miért vörös? Azért, mert kommunista. Tar Laci, és van már kiszemelt, aki megszüli a gyereket? Vagy ne lenne? Piros is feltűnő szín, igen. Sexy ribizli. Jaj, de üveges volt az a sárga, hogy nem filmeztem le, sárga Ferrari volt, vagy Lamborghini, valami sportkocsi. Ez dergetett el a túlsó sávba. Igaz, és sárga volt. Na, még mindig nem raktak ide új keresztet. Szóljatok az önkormányzatnak. Szevesz. És már piros is feltűnő szín, de az hamar kifakít ki a nap. Aha. Macó, 2000 éves. Tarlati, szerinted lemehet a bitcoin 30 000-ig most sem sark? Lemehet? Nem hiszem, hogy le fog menni. De megtörténhet. Bármi megtörténhet. Kecskeg ide, milyen az élet magyar dolga? Jó! Nagyon jó! Gábor, a Billy elmünk lettünk? Lehet. Mondom, már 39-500 volt. Hát nem baj, hogyha lemegy, ami felment, az le is szokott jönni. Ez így szokott lenni. A zuhan már be a múltkor is mennyiről, 70 000-ről 30-ra. Most is bezuhan 30-ra, aztán visszamenjen megint 50-re, vagy 70-re, vagy 100-ra. Vagy stagnál 31 évig, ki tudja. Ezen kár spekulálni, gyerekek, senki nem tudja abszolút, hogy milyen irányba fog ez menni. Ja, vagy fel, vagy le, vagy oldalaz. Ez a három lehetőség van. A lényeg a hosszú távú trendeken van. Hosszú távú trendet nézed az elmúlt 12 évben. Zéróról 2000 milliárd dollárra ment. Ha 3000 mi...
milliárd dollárt is elérte, ugye, de most lejött 2000 alá. Na. Hogyha ez a trend folytatódik, akkor 10 év múlva el tudjátok képzelni, hogy hol leszünk. Persze arra garancia nincs, az is lehet, hogy itt leszünk, vagy lennebb, de ezért ajánlott csak olyanoknak a kriptopiac, akik bírják a rizikót, meg van idegük hozzá. De még eltelik 10 év, remélhetőleg akkora arra duzzat, hogy már nem lesz ilyen volatilis. Jó estét, Imre bátyom, hogy tetszik lenni? Cica, ez a jászai moritér, igen. Ide a kecske, menyecskével mi a helyzet? Köszönjük szépen, jól van. Ide hozta a Imrét, ha miért hó volt ezelőtt? Kicsi fiát. Parlament mellett volt Imre bácsi? Teszlás bácsi? De tésztás bácsi? Norsteró, szia Róbert testvér, szevasz! Szent István parkban volt. Utó proféta tisztelete. Balázs, végül ráírtál a VR-es fiúkra, meghívtak a podcastba. Nem írtam még rájuk, de rájuk írok a héten. Gábor, ne kiabálj, légy szíves. De jó, azt hittem találkoztál egy ismerőssel, amikor köszöntél Imre bácsinak. Hát most ma ismerősök vagyunk, mert majdnem minden nap találkozunk. És köszönünk egymásnak. Kocsipal... Kere? Három migráns. Várjatok, majd tyúkbelet ki kell húzzam. Feltűnt az aksi. Ó, ideges. Elígyak egy kis vizet, mert kiszáradt a tórkom. Tibi, egyél már valamit. Még nem jött el az étkezés ideje, ma csak vizet ittam. Hány óra van?
4 óra 20 perc. Ja. 5 óra körül szoktam menni, 5-6 között. Mivel kicsit itt bóklászunk, aztán leállítom az adást, akkor megyek, falok egyet a tegnapi vacsinak, amit főztem. Én úgy szoktam, hogy egy nagy adagot főzök, úgyhogy 2 napra legyen elég nekem, minden nap főzek, csak minden második nap. Úgyhogy tegnap főztem egy jó adag pasztát. Hát egyszerre a 1/2 kilósat megfőzöm, azt bekeverem szósszal, és aztán a felit megettem a tegnap este, és másik felét elraktam a hűtőbe, most csak megyek, melegítem meg, és kapom elé. Eszem meg a pasztacskát. Az a tészta magyarul. Cica paradicsomos tészta, mint a Honda Hotelben, igen. Ó, bekevárva egy kicsi, mit is vettem hozzá még. Ja, ilyen lecsó, borkányos lecsót, meg humuszt. Humuszt szoktam bele keverni még, hogy legyen egy kicsit krémesebb. Varti Tibi, szia, hova tartasz? Megyek. Megyek hazafelé. Egyet sétáltunk a Margit szigeten. Körbe sétáltuk. Ismerkedtünk a szigettel. Aztán jövök ide kocogni. A Honda működik még? Mit mondnak Connecticutben a barátok? Azt hiszem, hogy eladták. Adja a kás. Ja, kér. Oké, beszéljek velük. YouTube proféta, este 8-kor live, milyen live volt, reklámozok. Vops. Rox. Szia Robi, átköltöztél Budapestre? Hát most egy darabig. Szép hely, Tibi, ugye? Szép biza. Jó kellemes idő volt, 4-5 fok napsütés. Semmi szél, gyerekek, hihetetlen. Hogy szokott itt máskor süvíteni a szél, bolondulok meg. Most pedig szélcsend van. Nice. Egy enyhe fuvalatna van azért néha, de ez lószor. Sárga lámpa villog, azt látod meg leghamarabb.
Ugye mondtam én, hogy jó ez a sárga szín. Mind le akartok beszélni róla. Pedig milyen szép banánautót csinálhattunk volna az Audiból. Ja, lehet inkább a Dubát kéne a Ducato Chargerre festeni. Na, abból lehetne banános autót csinálni. Na, haza is érkeztünk. Itt van a szerény kis házom. A varjakkal. Akkor egy picit a padra ide üljek. Az egyik cipőm kibogzódott. Kötözzem újra. Cica, itt lakok melyik emeletén? Megmutatom rögtön azt is. Na, kesztyűs kézzel milyen nehéz cipőt bogozni. Megoldható. Na, akkor már a másikot is egyúttal. Feszes. Ennek kotyogjon a lábam benne. Jézus. Elmehetünk tovább. Ah, na milyen figyelmesek, nézd meg. Megjöttem, s a lámpát azonnal felkapcsolták. Pedig máskor nem szokták, de szerintem figyelik, hogy mikor érek ide. Most már felkapcsolják a lámpát, amint meglátnak. Amúgy ott van az én lakrészem a nagy kupolába. Abba. Nagyon fajn épület, ez nagyon tetszik nekem. Fest fólia, aztas be. Igen, az is egy megoldás. Rob, szerinted megéri aranyba fektetni? Hát az arany, az biztos befektetés. Mind az ingatlan az olyan hosszú távra biztos befektetés, azzal nem tévedhetsz. De a legjobb diverzifikálni szerintem.
Kis arany, egy kis ezüst, egy kis ingatlan, egy kis részvény, és egy csomó kriptó. Nem egy csomó, na egy kis. Mindenből egy-egy. Növekszik a hó, de nem látom a hódot, most a parlament eltakarja. Balázs, tudtad, hogy a Prince of Bel-Air-t újra gondolták, és most tavasszal érkezik az NBC streaming platformjára a Peacockra. Ebben nem szerepel Will Smith. Ez már dráma sorozat lesz, eszméletlen a trailer. Nem tudom, nem ismerem azt a filmet. Círmos cica. Selfie egyenlő. Nincs kit megkérni, aki lefényképez. Mindhárman selfiznek a lányok. Miért nem fényképezik egymást? Hát azért, mert te látod igazán jól, amikor csinálod a selfit, hogy szeretnéd, mi legyen benne a háttérben, hogy áll a hajad, hogy mosolyogsz. Érted? Te tudod csak eldönteni, hogy mit szeretnél látni a selfin. Megkész valakit, csinál egy képet, na nézd meg, jó-e nem. És akkor 20-szor újra kell ismételni. Úgyhogy szerintem ez a logika benne. Ragnar Prinz, Ali, várjál meg, nem sokára arra leszek. Na jó, gyere, igyekezz. Kossuth térni. Jó. Ezt a kupoláját, a terem buráját. A terem buráját! Teremnek a burája. A terem buráját. Onnan jönne az a szó? Nem hiszem. Ez csak véletlen egy beesés kell legyen. Tarlaci, az egy jó penthouse, mi? Lakrész. Ja. Nagyon tágas kecskegidő. Trade lazy, pont üres, ha jól tudom, üres volt idáig. Nekem volt fenntartva direkt. Az alumínium arra is fel fog menni. A zára. Na nem baj. Azaz. A legtöbb varjú is arra száll. Miért nem tesznek valami ultrahangos varjú riasztót? Na, ide a tetejére. Terem buráját, indulatszó, egy enyhe szitkolódás eredet, terem buráját, a teremtő urát. Ó, ideges. Vigyázz, ma véletlen lefújlak a gáspréjel. Mellettem elkezdett a komoly nyögdécsen is boxolni a levegőt.
A kutya meg kéne harapjon most, a kutya jól. Harap meg, fogd meg, Bordi. Ide egy beteg csávó. Meg kellett volna harapjad a bolond bácsit. Szóval, hogy volt? Teremtő urat, az Úristenit, Isten káromlás helyett szépítő kifejezés. Jó, de akkor a terem urájához nincs semmi köze, gondoltam. Ragnar, kamerán live-on kívül belefér kicsit, mute addig, aztán majd meglátjuk. Hát ne, leállítom az adást, úgyis hamarosan. Ragnar, M2-vel megyek Puskásó. Jó, hát akkor az itt lesz a valahol ugye a metró megálló. Imre, Viki is szereti a sárgát. Ő a narancsot, nem? Trey Lady, találtál azóta jó telket, vagy valami ingatlant a környéken? Hát, nézelődtem, de olyan túl jót, hogy nagyon megfogjon, még nem találtam. Kecske, ide vágj egy nagy pofot neki. Hát ha közelebb boxolt volna még egy méterrel, kettővel, akkor bekeret volna egyet húzzak a selfie bottal. Azt hittem, hogy valami részeg, tudja, akit szokott vonzódnak rám itt a részeg emberek Pesten, mint a muslicák a sárga taxira. Aztán látom, hogy nem, csak a fülibe dugó volt, gondolom, ha hallgatott valami hardcore zenét. Edzett a csávó. Boxolta a levegőt a közúton. Ragnar, van nálad tripod, letegyük a kamerát, vegye a Dunát addig. Hopsa, írom, ha közeledek. Jó van, szóljál. Jaja, van tripod, hát a selfie volt nekem egybe tripod is. Légboxoló, szevasz Tomi 56, mi a helyzet? Mi a helyzet Székelyföldön, Tomi? Hallom, nagy szigorítások vannak megint a házból, kimész. Orvosi maszkot kell tegyél, vagy milyen? Textil maszk már nem is jó. Jaj, lássátok, Magyarországon milyen nagy szabadság van az úton, maszk nélkül szabad mászkálni. Nem is megyek vissza Erdélybe. Redbi, Tanya szőlő, Moneri pince falu.hu, nézd meg, van eladó pince. Hát ez nem a Strázsa-hegy. Ott már jártam az ősszel, néztem. Mik van az bolond volt a srác? Tomi, minden hülyeség van szerintem, haza se gyere. Ja, és plusz még jó hideg is. Úgyhogy maradunk Pesten, gyerekek. Egyelőre, és aztán meglássuk. Ez a lámpa soha nem vált zöldre. Na, nem, akkor átmegyek. Mondtam már párszor, de fölösleges ez a lámpa, hogy mindenki az úton sétál. Levó, Budapesten nagyon magasak az ingatlan árak. Az igaz, de máshol is. Erdélyben sok helyen olyan árak vannak, mint Budapesten, Kolozsvár, nagyobb városokban, de Kézdin is hatalmas árak vannak például.
Mindenhol túlfűtött az ingatlan piac mostanában. Na de nem baj. Bezuhan mindezelőtt 10 pár évvel, 2007-ben aztán veszünk olcsó ingatlant. Merre vagy Ragnar, értél ide? Kovács Peti, üdv Robi. Meddig Madarckin Budapesten össze lehet majd futni veled? Kézdin vagy esetleg Tórián? Hát most itt leszek még egy ideig. Nem tudom, hogy meddig, de... még egy ideig itt leszek. Januárban biztos igen, és februárban is nagyjából. Most 100 metróra puskáson még 10 perc. Elég Zoli, szevasz! No, pont előbb olvastam, 180 ezer a büntetés. A textil maszkod van, az durva. Mennyi? Nem lehet annyi. Nem annyi, 2500 láig lehet a büntetés, ez mennyi? 500 euró. Ez mennyi forintba? Hol van itt a metró megálló? Hol is van? Valahol ott. Nem látok ligat a főd alatt. Egy egyszer rájöttem ide én is. Kettes metróval. Ragnar, akkor várlak a metrónál. És van 500 euró az kb. Ó, igen, 180 ezer forint. Ja, akkor jól mondtátok. Jó, akkor bocsi. Live-on kívül Ragnar, leállítom az élőadást addig. Következő jobb sarok, na úgy gondoltam én is. Tomi, milyen az idő most itt Pesten? Na most kezdett lehűlni itt is, de ma szép idő volt délután, ilyen 4-5 fok napsütés. Azt most lehet egy 2 fok talán. De jó színek, kék, sárga. Levó, 30 ezer euróért vettem két szobás lakást Csíkban, 16-ban, most a duplájáért tudnám eladni. Na, az egy szép profit, látod, de add el, mielőtt beomlik a piacot. Na, de ki tudja, beomlik-e, az is lehet, még így megy 10 évig, és megint megduplázod a pénzed, fogja érni 4-szeresét. Na, szép a parlament este, madarok repkednek fölötte, vagy denevérek. Ezek egyszerű varjak, meg kárognak egy folytában. Gyerzőmód, dőkkesei köröznek a parlament fölött. Na, az
azok nagyobbak. De értem a cézást. Mire úrlakást nem építenek, nem fog beomlani. Építnek eleget. Még Pesten is annyit láttam. Sokat építnek. Infinity. Kamu ez a séta. Mindig feltérképezed a gangster laktanya. Hadd gyanús. Jaj, valamelyik nap itt addig mászkálok, hogy ide jönnek, elvisznek kihallgatásra, hogy miért mászkálok én itt minden este. Jó, menjünk is arrébb, mielőtt letartóztatnak. Kossuth Lajos tér M2-es itt vanni. Séf asztala. Ismerős ez a hely. Ja, egyszer itt voltam valahogy. Ja, valakivel beugrottunk, volt egy kávéra, mintha. Jegyek és bérletek. Térjünk egyet a mozgó lépcsőn, olyan rég nem voltam úgysehogy. Nagyon élvezem ezt a nagy meredek hosszú mozgó lépcsőt. Egyszer ezt szeretném kipróbálni, seggen itt lecsúszni. És ugrálni át ezeket, mint ahogy csináltak a kontrollfénybe. Itt lenni, milyen jó meleg van. Hány volt a mozgó lépcső mostanában? Hát nem nagyon, otthon felénk nem nagyon van a mozgó lépcső. Mióta itt vagyok Pesten, itt vagy kétszer voltam. De élvezem. Ami pálcika probléma lesz itt, nem hiszem. A múltkor, mikor jöttem vonattól Velencéről, akkor kettes metróval jöttem idáig, és nem szakadt meg sehol. Ne jöjjek le, ha nincs jegye. Havi bérletem van. Havi bérletem van. Milyen jó meleg van itt len. Ha hajléktalan lennék, akkor itt laknék lenne a metróba. Mint búcsú. Ja, ne álljak közel, nehogy belökjenek. Vagy valami pszichopata. Kizavarja ki, mikor sineken elgyalagolnak, és jobbról-balra egy ilyen lukba bebújnak. Mindaz a gyilkos, aki búcsú elkapott. Ős vezér tere, déli pályaudvar.
ebben a védekezési csoportban. Please wear the face covering at all times when traveling on our services. This is to keep us all safe. Péter, Léna ott az éte. 20 éve el se tudtam volna képzelni, érőadás egy telefonról a föld alul. Ja. Nagyot fordult öcsém ez a kibaszott világ, ahogy gangsta mondana. Ragnar, egy megálló, oké. Imre Ádám, az kemény, hogy Magyar TV mellett a Székelyvegán nézzük. Ikmánac itt még jobban jár, mint fönn, komolyan. Hihetetlen. Na jó van, gyerekek. Akkor ennyi út mára. Nem búcsúzok. Kellemes estét mindenkinek, jó éjszaka. El vagyok menve, pa!